Alapvetően meg kell változtatni a kis- és középvállalkozások profilját, mondta a rendezvényen a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke. Demján Sándor szerint a KKV-knak elsődlegesen termelékenységüket és a versenyképességüket kell növelniük a nemzetközi piacokon is. Azt gondolom, hogy amit mi is vallunk, hogy a társadalom az gazdasági alapon működik, és nem akarom a vállalkozók szerepét nagyobbítani, de nélkülük nincs társadalom, és nem működik. Tehát ez az anyagi alap, és ezért hála illeti meg őket. A foglalkoztatottak 74%-át a kis- és középvállalkozások működtetik. A rendezvényen a nemzetgazdasági miniszter azt hangsúlyozta, a kormány továbbra is segíti a vállalkozások fejlődését, a termelékenység javítását. Novemberben a kormány, a munkáltatói szervezetek és a munkavállalói partnerek tudtak egy megállapodást kötni, méghozzá nem is csak egy évre, hanem egy 6 éves megállapodást. Ebben a béremelkedések, a bérintézkedések együtt szerepelnek a adóterhek csökkentésével. A kormány vállalta, hogy jelentős mértékben csökkenti a vállalati adót, vállalta azt is, hogy a járulékszintet 5%-kal, majd 2018-ban további 2%-kal csökkenti. Én tehát azt gondolom, hogy elindultunk egy olyan pályán, ami egyszerre teremti meg annak a lehetőségét, hogy Magyarországon ne csak az olcsó munkabérekre alapuljon a versenyképesség, ugyanakkor a másik oldalon a béremelések ellenére is lehetővé teszi azt, hogy a hatékonysága a vállalkozásainak növekedjen. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei tagszervezeteinek, valamint több érdekvédelmi szervezet előterjesztése alapján 64-en részesültek az év vállalkozója díjkitüntetésben. Közülük 2 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek, a Nyírzem ZRT, valamint a Csekő Kávéház és Gyorsétterem vezetője. Azzal a célra alakult annak idén az év vállalkozója díj, hogy egy ilyen húzóerőt fejtsenek a többi vállalkozás számára is, hogy lám a vállalkozókat is valahol, valamilyen formában elismernek és kapnak egy díjat, ez a többiek számára is egy példa lehet, amit követni fognak, feltételezzük. A Vállalkozók napján elhangzott, várhatóan jövő év közepéig valamennyi cégeket segítő uniós programot meghirdetnek.